Jó napot kívánok! Balázs Csabának hívnak, és a Cseréshegység Tájvédelmi Körzetnek vagyok a Szlovák Állami Természetvédelemben dolgozok, a Cseréshegység Tájvédelmi Körzetnek vagyok a zoológusa. Aki nem ismerné, hát az fogja hallani, hogy Palócvidékről jöttem. De akkor álljunk az előadásra. Kicsit, tehát az előadásom célja, és az előadásomnak a címe nagy ragadozók nagy léptékben a populációk összeköttetésének jelentősége. Tehát a nagy ragadozókat nem, a védelmüket nem az egyet szintjén, hanem inkább a populációk szintjén szeretném itt az előadásomban bemutatni, illetve az élőhelyek fragmentációra rámutatni. A felmérések, tehát 20 éve vagyok a Tájvédelmi Körzetnek a zoológusa, sok esetben, tehát a munkaköröm is, tehát a nagy ragadozókkal is kellene foglalkozni, és foglalkozok is, amennyire az idő engedi, de az utóbbi években a Conegreen című projektbe voltam bekapcsolva, és az adatok, illetve az eredmények ezen projekt keretén belül születtek. Tehát a projekt managementből elkértem a Vesztecebanyai vezetőségtől egy-két adatot. Tessék elolvasni, itt vannak egy-két adat. És ha jól tudom, a múlt héten volt Visegrádon, a visegrádi országoknak, illetve a projekt résztvevőknek egy konferenciájuk. És itt lehet látni, hogy a, nem tudom, ha jól látom, tehát az ötös számú pont az a Nógrádi, illetve a Nógrád-Gömöri, illetve a Heves-Borsodi Domság vidékének, tehát a Cseréshegység Tájvédelmi Körzet, nem tudom, hogy kell azt a pirosat megnyomni. Tehát itt az a pont, tehát a Cseréshegység Tájvédelmi Körzet működési területe, illetve a Bükki Nemzeti Park működési területe. És egy-két dolgot elmondanak a Cseréshegység Tájvédelmi Körzet működési területéről, hogy azért képbe leszünk ezzel kapcsolatosan, tehát aki nagyragadozóval foglalkozik, az el tudja utána képzelni, hogy milyen sokrétű a vidék. Tehát először is mondanám, hogy körülbelül a működési területünknek a területe 250 ezer hektár, tehát azon egyetlen egy zoológus vagy, tehát az én vagyok a zoológus, tehát elég sok széles körű a munkakör zoológiai szinten is. Tengerszint feletti magasságban terület itt a Sajó mentén, tehát 150 tengerszint feletti magasság, illetve 1338 a Klenovszki Vepor, tehát a Vepori hegység, tehát szintkülönbség is igen magas, a biodiverzitás is sokrétű, most nem akarok az egyes élőhelyre kitérni. Körülbelül a működési területünknek, tehát itt azon a képen lehet látni, hogy a felső egyharmada ez az alpesi régióba tartozik, biorégióba, az alsó terület, a délre terület, ez a Pannon régió, és nagy ragadozók szempontjából a felső egyharmad, tehát itt a medve, hiúz, farkas, állandó előfordulású faj. Tehát ez a kiindulási pont. Itt van még ezen a térképen lehet látni egy olyan vonalat, nem tudom, hogy, és ez volt a kiinduló ok, ami kapcsán belekapcsolódtam a projektbe. Fejlesztjük a vonalas építményeket, mindenki szeretné, tehát hogy gyorsforgalmi utak és autópályák szülessenek. Itt önöknél is építik. Itt nálunk az R2-es gyorsforgalmi út van épülőben. Egyes szakaszait már megépítették, egyes szakaszait most fogják építeni. És ezért is fontosnak tartottam mondjuk ezen a konferencián részt venni, mert szerintem a nagy ragadozók védelmét csak is közös Európában lehet megítélni, és úgy kell gondolkoznunk, hogy tehát ez a populációk, ezek egy egységet alkotnak. És erre hatással lesz ezeknek a gyorsforgalmi utaknak, illetve az épülő autópályáknak a megléte. Tehát egy-két szóban itt már említettek az előttem felszólalók, említeném, hogy a medve esetében, tehát tehetem volna aktuálisabb jelentéseket is, de én a kezelési tervből, illetve a
fajmegőrzési tervből indultam ki, tehát Szlovákiában védett faj. Az idén lett egy új hirdetmény, a 170/2021-es hirdetmény, amelynek az ötös szavú mellékletében van a medve. Eszmei érték, tehát ez 5000 euró, itt lehet látni, és ebben ez a forrás, ez a 2007-2012-es évben 700-900 egyedet ad még az alpesi régióba, ez egy jelentés, és itt már láttam, hogy az előttem felszóltam, Gomkötő Péternek volt az előadásában 1240, az oficiálisan 2016-os is adat ennyi medvét. A vadásztársaságok, a vadász szféra több egyedet jelöl, nekünk természetvédőknek ez a 1240 egyed a 2016-os évhez, ezt adjuk meg. Előfordulása a medvének, ezt a képet is láttam már, szintén ez a kezelési tervből van kikopírozva. Barnával van jelölve az a terület, ahol a medve állandó előfordulású, illetve nyugodtan lehetne több is, mert nekem is vannak ma megfigyeléseim a Cseres-hegységről, például áprilisban a határhoz közeli, aztán a Bükki, tehát a Nógrádi tájegységhez közeli, illetve a Tárnavidéki tájvédelem közeli Mária forráshoz volt egy medvennyom, ilyen körülbelül én úgy satszolom, ilyen 80 kilós medvének a nyoma lehetett. Több helyen van itt medve előfordulás, tehát nem minden medve előfordulási adatot tudunk ellenőrizni, vagy tudok ellenőrizni. Itt lehet látni az európai állományt, erre is vannak hivatottabbak, és mindjárt az elején azt elfelejtettem mondani, hogy nem én vagyok Szlovákiában a legjobb medve szakértő, tehát jóval nagyobb szakmai kapacitású emberek, zoológusok vannak a Kisfaltrában, illetve tényleg olyan, akik az életüket szentelik ennek a feladatnak. Farkas esetében itt született egy változás, ez a új hirdetmény, ami június 1-től, az idei év június 1-től lépett érvénybe, vagyis azóta lépett érvénybe, tehát már a farkas nem vadászható. Eddig úgy volt, hogy minden egyes évben a Földművelési Minisztérium kvótát hirdetett ki, és akkor itt voltak ilyen licitálások. 70 volt az utóbbi évben, tehát még az előző évben a november 1-től január 15-ig lehetett lőtni 70 egyedet, és ez a kvóta, hogyha mondjuk betelt, akkor lezárták a farkaslövést. Idén a Környezetvédelmi Minisztérium megcsinálta azt a úgymond húzást, hogy kivette a természetvédelmi hirdetményből a fajt, így egy ilyen legislatívai fuga keletkezett, ilyen hézag, hogy míg a Földművelési Minisztérium akart volna ravadászni, és akarta volna vadgazdalkodni a fajon, addig a természetvédelemben be volt intva a fajnak a vadászata, így most nem lehet az idén, tehát november 1-től valószínűleg nem lesz semmilyen kvóta, mivel hogy ilyen téren védett lett a faj. No most már itt az a különbség, hogy, és mi visszakanyarodnak az előbbi képre, jaj nem is, az majd most lesz, pardon. Tehát itt már a jelentésben 300, a 2012-es jelentésben 300-600 egyed van az alpesi régióban, 2-10 egyed a Pannon régióban. Én ezt nem akarom vitatni valószínűleg, tehát, hogy ez kevés vagy sok. Nagyon nehéz a egyedekről, illetve a falkaknak a számáról pontos eredményt adni. De itt egy érdekes dolgot szeretnék mutatni. Tényleg itt lehet látni, hogy itt, tehát én a működési területünknek a déli területén, a tájvédelmi körzet vidékén a farkasnak már állandó előfordulása van, és tehát az utóbbi 10 évben egyre több, tehát tényleg farkas kártétele után kell helyszínen is folytatnunk, illetve megyünk ki a helyszínre, nézzük a dolgokat, tehát egyre több előfordulási adata van itt is a farkasnak, és ahogy ez a kezelési tervben megjelent, állandó élőhelyet mutatnak itt a farkasnak is. Szintén láttam az előbbi előadások egyikében, talán, hogy a Nógrádi részre 2 falka, illetve a Tárnavidékire 1 falka. Tehát ez a falkakról mink is tudunk, mi is tudunk. Egyiknek a
területe az körülbelül ez a része, ez a gömöri rész, a második pedig az a nógradi rész. Tehát a Cseressétség tavvédelmi körzet területén én két falkarról van tudomásom, illetve a működési területünkön jóval több. Na, a hiúz a legkevésbé konfliktusos faj gazdálkodás szempontjából, illetve a kártétele szempontjából. Az eszmeértéke magasabb, és szerintem ez a, nem csak szerintem, több kutató, illetve természetvédelmi kolléga szempontjából is ez a legspecifikusabb faj. Élőhely preferenciája is a leginkább a sziklás erdőkhöz kötött, illetve erdős területekhez. A hiúz esetében is vannak előfordulási adatok, a Cseressétség tavvédelmi körzet területéről is, illetve a Cseressétség tavvédelmi körzetnek a tárnavidéki területéről is van előfordulási adata, és a működési területnek az északi részen, ahogy említettem, ott állandó előfordulású a faj. Munkám során tehát helyszínlést kell folytatni, ha védett faj, tehát a gépjárművek elütötték a fajt, tehát ez az eset, ez 2015. április 9-én volt, Vámos falván, illetve ez az eset, ez Bzogan, november 11-én 2018-ban, és itt ez a terület valójában az 1/16-os első osztályú út mentén történt, tehát az az út, ahol lesz az R2-es gyorsforgalmi út. No, és akkor már visszakerülnék ehhez a dologhoz, hogy amit is előtte szerettem volna mondani, az élőhelyek fragmentációja. Így munkám kapcsán bekerültem ebbe a ConnectGreen projektbe, és először nem nagyon is értettem, hogy mi itt valójában a probléma. Hát el kellett mennem, amúgy utaztam, voltam a Ostravan, de elmentem Ostravára, és ahogy ültünk az autóba, egyre jobban gondolkoztam, hogy tehát tényleg Ostravan volt az előadás, ahol mentünk, hogy itt ezek az élőhelyek, hogy valójában ezek itt, hogy vannak ez itt átkötve, ezek egyes élőhelyek, tehát rettentően fragmentált ez a talaj. És még előtte, tehát ez már a Morva oldalon van, előtte pedig a Kisuca vidéke, tehát Észak-Nyugat-Szlovákia területén, ahogy mentünk, ott is gondolkoztam, hogy mi mondja nekem az ottani zoológus kollégám, hogy gyerekek, ezzel valamit csinálnunk kell, ezekkel a zöld folyosókkal, mert nálunk már mindent beépítenek. Tehát itt, ahol a völgyben épültek a házak, fokozatosan tényleg 30 kilométeren néztem ki az autóból, utasként mentem, tehát nem én voltam a sofőr, néztem a talaját, hogy körülbelül mi lehet itt a kollégának az, amit ő mond problémának, és akkor figyeltem, tényleg minden be van építve. Végig egészen a Csehatarig minden be volt építve. Amúgy itt, tehát itt jó élőhelyek vannak, csak az élőhelyek közötti völgyek teljesen belterületek. No, és akkor kerüljünk a mi vidékünkre is, mert vissza. Tehát ez egy jó impulzus volt számomra, hogy ezzel valamit szerintem kell csinálni, és hogyha így van az a ConnectGreen projekt, akkor legalább még mintalan még 12 óra előtt vagyunk. Tehát esetleg gondolkozzunk azon, mivel hogy tehát a mi működési területünkön Gömör-Nógradról beszélek, Losonc, Rimaszombat, Fülek, Nyústya, Poltár, a városok, és a települések a közép-szlovákiai medencében, az Jugoszlovenszka Kotlina, a közép-szlovákiai medence, a Losonci medence, illetve a Rima medence. Itt a települések is relatíve közöttük elég nagy mezőgazdasági talaják vannak, illetve zöld területek. Tehát még nálunk nem völgyekben épültek a települések, így még közöttük voltak területek, amelyek mint zöld folyosónként lehet felhasználni, de mivel hogy a és akkor például volt itt egy eset, hogy egy kőbányához kellett adni véleményezést, és hogyha megnézik, itt ez a zöld folyosó, ez egy kőbányán keresztül, tehát itt keletkezik az a dugószerűség, ami a problémát fogja okozni. Na és akkor például a friss aszfalt, ahol készítették, milyen jó volt, mert az utakon mondjuk nem csak a nagyragadozókat kevésbé, de a párosújú patalsoknak a nyomvonalat is lehetett követni. Na és akkor ezt akkor gyorsabban itt átmegyek rajta. Itt lehet látni, hogy a cseh kollégák már, itt van egy publikáció, amiben ők megírtak, hogy mennyire változik, hát nem nagyon lehet látni, de ez a
1950-es évektől, ha jól tudom, a 14-es évig, hogy fokozatosan hogy növekszik a belterület Csehország területén, és hogy az élőhelyek fokozatosan fragmentálódnak. Magyarországon a országos ökológiai hálózat, hogyha itt jó figyelem, akkor önök erre már rá vannak készülve, elkészítették ezt a modellt, az ökológiai folyosó, pufferterület, magterületek el vannak készítve, és itt az észak-magyarországi térségben elég sok zöld, narancssarga és sarga terület van, tehát úgymond akkor ez megoldott. Nálunk a járási szinten itt három járásnak a úgymond zöld folyosói, hát ezt aki megnézi szakmai szempontból, látja, hogy ez nagyon, nagyon rajzocska. Tehát, hogy, és ez a 94-es adat, ez a mostan érvényben lévő területrendezési dokumentációban lévő, érvényben lévő dokumentum. Tehát látjuk azt, hogy a mi területünkben sajnos ez nem nincs jól elkészítve. Az elkészítés során figyelembe vettük azt is, hogy a magassági színvonalaknál, például itt nagyon jól lehet látni az előbbi eset, hogy itt egy hegygerinc vonul lefele, és akkor arra itt kellene valamit készíteni, hogy itt ez a zöld folyosó megmaradjon. Szintén kikértük az 1-es, 1/16-os út, illetve a térség útjainak a gépjárműforgalom intenzitását, itt vannak adatok. Most még ez a terület is átjárható. Tehát itt én csak azért akarom ezt itt mondani önöknek, hogy a magyarországi nagyvad, illetve a nagyragadozó állomány, hogyha most Szlovákiában megépítik a gyorsforgalmi utat, szintén kerítéssel lesz ellátva. Délről van az M3-as, Kassa, tehát hogy ma Pozsonyból Budapesten keresztül kell menni Kassára, de az M3-as ott van. A 21-es úton szintén kerítés van, tehát elméletileg nem sokára bezárjuk ezt a területet, és hogyha veszük a denzitást, kollégák a hiúz esetében egy hiúz 100 négyzetkilométerre mondanak, akkor vegyük azt, hogy ezen területen hány hiúz maradhat. Hogy életre való lesz ez a populáció, hogyha ezt a zöld folyosós dolgokat időben nem oldjuk meg. Na és itt volt egy ilyen felkészülés, hogy hogyan lehetne az élőhelyeket a nagyragadozó nem élőhelyektől elkülöníteni, ez is segítségként szolgált a zöld folyosó kijelölésénél. Természetvédelmi szempontból most nem akarok erre kitérni, a zöld folyosók, illetve a fajok kellő faj kedvező természetvédelmi helyzete, állapota, ez több paragrafusban is megjelenik, ezt mind fel lehet használni, de mind olyan nesze neked fog meg jól. Ilyen írok róla, beleírom a véleményezésbe, de nem konkrét területről szól. És akkor a Konegreen programon belül a főleg Vasek Lavacs vezet és általi tím adott egy ilyen előzetes területet, hogy hol kellene zöld folyosókat felmérni, na és ez a felmérésnek az első terméke, amikor is ilyen online szisztémba belerajzoltak a térképezők. Hát én is ilyen másodlagosan, harmadlagosan segítségként kimentem velük, de belerajzoltak a térképezők ezeket a poligónokat, és minden egyes poligónok, tehát minden egyes egységnél felírtak, hogy milyen barrier, hogy az a barrier vonalas építménye, illetve kerítés, és ennek tehát a módszertan szerint volt elemezve. Na és akkor itt láthatunk egy példát. Ez az Ozsgyani R2-es szakasz. Például itt egy jó példa, de ez csak véletlenszerűen jó példa. Tehát megépítették az utat, és Gömör-Nógrád vidékén hullámos, tehát Görbeországban élünk. Tehát itt elméletileg ezt a völgykatlant ki lehet használni, és ki is kell használni ilyen téren, hogy ez megmaradjon egy zöld folyosó. Na most itt már én állandóan a kollégáknak mondom, hogy nehogy itt megengedjenek valami olyan építményt, ami ezt a zöld folyosót utána lezárja. Tehát itt lehet látni egy olyan esetet, ami egy nagyon-nagyon fontos zöld folyosó, és hogyha ezt a térképet megnézik, vagyis ezt a képet megnézik, illetve ismerik ezt a táját, itt egy sík terület, mezőgazdasági szántóföldek vannak, itt van ez a bokros, erdős vidék, utána szintén sík terület, tehát húzza is a nagyragadozókat, először is a párosújú patalsokat, utána húzza ezekkel a nagyragadozókat ezen a területen le. És akkor tettünk is ide fotócsapdalkat, hát lehet is bizonyítva vannak ezek a, hogy használják ezt a folyosót a viadukt alatt. A másik fenomén, ami most keletkezik, az pedig a kerítéses bekerítés a területnek. No, itt van kétfajta dolog. Itt valójában itt ütközik kétfajta nézet. Egyik nézet az, hogy az állatok védelme érdekében be kell keríteni, illetve vadkar.
mert itt mondjuk a kukoricast vagy a gabonaföldet védenek, be kell keríteni, de másik okból, vagyis a másik szempontból itt keletkezik egy barrier a tájban, amely utána nem fogja megengedni, hogy a vadak, illetve a nagytestű emlősök migráljonak a területen. És itt kell megtanulni valami kompromisszumot, hogy hogy kellene ezeket a kerítéses területeket úgy elkészíteni, hogy a gazda is, tehát tudjon haszonalatokat tartani, illetve tudjuk védeni a földeket, de az is meglegyen, hogy maradjonak olyan folyosók, ahol az a vadak migrálni tudnak. No, ez szerintem ez nagyon-nagyon jó kell majd a jövőben ezzel kell foglalkozni, és remélem, hogy közösen jó megoldások születnek. Na és akkor még egy-két mintát mutatnak, tehát így voltak felmérve ezek a területek utána. Itt lehet látni, hogy milyen barrier, vonalas építmény, itt van két épület, ehhez mind ilyen adatbázisba ment bele, kártyák készültek, kitöltésre kerültek, az összes barriernek jelentőséget adták, illetve megoldási lehetőségek kerültek a javaslatba. Ez többfajta hely, ide vezettem ötfajta példát. A Conegreen projekt keretén belül 50, hát a mi működési területünkön 52 ilyen migrációs, vagy ilyen, valójában ilyen zöld folyosónak az elemzése született meg. Itt lehet látni ez a losonci poltári járásban, itt a zöldek is. A zöldek azt jelentik, hogy teljesen nyitott, nincsen benne komolyabb barrier. A sárga az közepesen, a narancssárga pedig, hát főleg azért, mert most épül a gyorsforgalmi út, illetve már itt kerítéses részek is vannak, tehát, de még mindig is működik ez a folyosó. Tehát, és előzetesen ezek a folyosók, ez a losonci poltári járás, ez pedig a rimaszi járásban lettek előzetesen kijelölve. Most kellene eljönni annak a lépésnek, hogy tehát az érintett felekkel, illetve a többi állami, illetve nem állami szervekkel, területtulajdonosokkal, használókkal egyeztessünk, de nagyon fontos az is, hogy megfelelő kárpótlási mechanizmus legyen meghatározva, hogy ne az legyen, hogy ismét egy ilyen újabb negatív dolog kerüljön a terület tulajdonosaikhoz, és ne tudják ott a területet művelni. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, tehát ez egyik ilyen fajta megoldás, az Ozsgyani viadukt, ez pedig, hát ezt lehúztam az internetről, a Svájcban van. Nem biztos, hogy a nyugat-európai modell a jó, lehet, hogy a közép-kelet-európai modell is megfelelő megoldást fog hozni. És köszönöm szépen a figyelmüket!